Sziasztok, ez itt a Blockchain Blum a Blockchain tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy egyre több országban, ahol igen, csak magas az infláció, egyre nagyobb a törekvés a kriptó, a blokklánc technológia, a Web3 irányába, ugyanis azt érzik, és erre például a Törökország, amit mindjárt hozni fog és Isztambult azon belül, ahol azt érzik, hogy bizony egyre kisebb esély van arra, hogy a hagyományos pénzügyi rendszernek köszönhetően tudjanak autót, házat vagy bármit vásárolni. Aztán a második hír arról fog majd szólni, hogy Brazíliában új rekordot ért el azoknak a cégeknek a száma, ami kriptovalutát tartanak, abba fektettek, ekkora szám még nem volt soha. A harmadik hír pedig nem másról szól, mint a magányos metaverzumokról, ugyanis megtörtént, hogy az elmúlt 24 órában a Decentralandben, aminek a piaci kapitalizációja 1,3 milliárd dollár, és ezzel az egyik legnagyobb ilyen metaverzum, Bizony 38 napi aktív felhasználója volt, ami igencsak sovány szám. Nos, ezekről szól a mai videóban, már is hozom a maratoni beszámolót, és persze a videó második felében a kérdezfelelek rovatot, vágjunk bele. Szóval nagyon büszke vagyok rátok, ugyanis megcsináltuk azt, amit célnak bejelöltünk, a BCB közösség összefogott, és 209 támogatónak köszönhetően 3.140.350 forintot gyűjtött, ez a szám még a mai napon is emelkedett, ez pedig úgy lehetséges, hogy még kettő hétig tart az időszak, amikor lehet adakozni. Tehát ha valaki ebben a rekordban szeretne részt venni, és a bátor támort, támogatni, nézzétek meg, hogy itt aztán tényleg volt utána már ezer forintos összeg, x-ek, tehát hogy... Nos, nem lehet, nem lehet tudni, ugye itt, itt ki mennyit adakozott, de a kicsi is számít. Tehát ne úgy gondoljatok rá, hogy, hogy az nem számít. Ez volt a cél nekem, hogy a maratonig gyűjtsük ezt az egészet össze, és viszont még két hétig ez tart, tehát aki még úgy érzi, hogy lemaradt róla, de hogy ó, de klassz, hogy, hogy ezt így megcsinálta a közösség, mert azért tudom, hogy több ezeren vagytok itt. De én nagyon örülök ennek a 209 embernek is, mert megvalósítottuk azt, amit megálmodtunk hogy a bátortábornak gyűjtsünk 3 millió forintot együtt, és ezt meg is tettük. Tehát még egyszer, jaj, bocsánat, nem osztotta meg a képet. Á, mindig ez a kép megosztás. Sorry, 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 Szóval itt van, itt lehet látni, hogy összegyűlt a, 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 megfelelő pénz. És ugye, hát a hétvége ez egy, ez egy hát én vállalom, ez egy nehéz hétvége volt a, a, az én számomra. Ugyanis, hát ugye itt volt a, a, a maratoni, maratoni futás is és nagyon jó volt a felkészülésem erre a maratonra, tényleg tök jó időket mentem, javítottam a tempómon, minden klasszul alakult, és amikor neki is vágtam ennek a távnak, az első felét, tehát a fél maraton távot, a 21 kilométert rekordidővel meg tudtam futni. Aztán elérkeztem a 30. kilométerig, a legjobb 30 kilométeren futottam. viszont az elején már igencsak magas lett a púlzusom. Az azt jelenti, hogy, hogy mi a magas, hogy nagyjából ilyen 160 végi értékkel futottam már az első félről utával után, és azt jelenti, hogy az első órától meg folyamatosan 169, 173, 174-es értékkel. Ez egyébként azt eredményezi, hogy ilyenkor a, a, a gyomorműködés egy kicsit alább hagy, és viszont kötelező jelleggel ugye vannak ezek a frissítő nem tudom, mindenféle ilyen gélek, ami kell ahhoz, hogy az ásványanyagok, minden, ami fontos, és, és ilyenkor nagy mennyiségbe ürül ki az izzadása a szervezetből, az bejusson. És ez fontos sok folyadékkal bevenni, tehát a frissítő pontoknál benyomod a szádba, rájszol, mit tudom én, 3-4 deci vizet, hogy az jól fel tudjon szívódni. Igen-ám de azzal, hogyha magas a pulzusod, akkor nyilván a szervezet arra koncentrál, hogy a túlélésre, tehát a szívedbe pumpálja a vért és mindent, de hogy a gyomor az emésztést lassítja ilyenkor le, és igazából a 30. kilométernél már lötyögött bennem ez a sok valamit. Na most én őszinte leszek, én nem eszem ilyeneket a napi futásoknál, csak a maratoni távhoz ugye szükséges, de utálom, hát kivontodom, hogy gyűlölöm az ízüket, és egy iszonyú hány inger jött rám a 30-as kilométer környékén, amit azzal próbáltam kompenzálni, hogy akkor egy picit sétálok, amit addig nem tettem, de picit belesétálok, hogy a gyomrom megnyugodjon, mert ugye lötykörődve ugye ezzel a sok folyadékkal, és most már addigra már több ilyen is volt bennem, hiszen legalább 5-6 frissítőpontot már érintettem. Igen, ám, de hogy elkezdtem sétálni, elkezdett rögtön olyan savasodás, még durvában beindulni, és fájni a, a comb, a láb, és ugye egyéb problémák. Akkor elkezdtem megint egy kicsit kocogni, mert hogyha le fogsz merevedni teljesen, hogyha ilyenkor nekiáll sétálni, és még ha előttem volt ugye kb. 10 km, akkor már. Na, akkor viszont ismételtő őrült hány érzés, és hát na, mindez a, 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 egyszerűen hány inger érzése, hogy már öklendező köhögsz nem nagyon tudsz futni. Aztán vissza kellett nem sétálni, egyre jobban hűltem ki, és időszem már nem tudtam, nagyon nehéz volt a lábamat onnan emelgetni, és hát erre aztán végképp nem gondoltam de utána már voltam pont, hogy már a levegőt is már kicsit nehezebben vettem. van 5-6 kilométert sétáltam így, piscsebb belekocogással, de reménytelenül, és onnantól kezdünk az interkontinentához értem, aztán jött a pillanat, hogy a mosdót is fel kellett keresnem, tehát a szálloda be kellett mennem, és hát nem ittem el, de egyszerűen fizikailag a, a rosszul léttől, a, a hányiget, az, hogy mindig hajnalba futok, és most fölment 20 valány fokra a hőmérséklet Tűzön napon, előző éjszaka nem tudtam ö, egyéb okokból túl jól aludni, tehát nem voltam ö, olyan szempontból úgy kipient. Hát nem fogjátok el, de a 38. kilométer x szakaszánál, tehát 38-30 között fel kellett adnom a maratont, négy, egyszerűen fizikailag már képtem voltam. És ez azért nagyon érdekes, mert nem nagyon tudok mondani olyan időszakot az életemben, ilyen, amikor ilyen nagyon bármit is feladnék. De, de, de hidd el úgy, hogy a WC-t mind a két irányba meg kell keresned, mert ezek a cuccok ott vannak benned, folyamatos hány ingered van, a púzusod az egekben, tehát azt jelenti, hogy majdnem két órát futottam 170-es az első órától a harmadik óráig. Nagyon jó volt a, a tempó, ezt egyébként meg tudom mutatni, nézzétek meg, hogy itt van a, a maratoni futás, tehát itt mutatja, hogy a 38,7-nél kész ott feladtam a dolgot. De, de, de nézzétek, hogy itt alul lehet látni, persze hogy itt aki telefonon néz, nem nagyon látja, de itt lehet látni, hogy a, a tényleg 5-20-as idő volt, itt az edzőm ide is írta, hogy 5-20 az elején a cél, és én végig 5-05, 5-28, 5-30, 5-12, 5-14, 5-17, tehát így mentem, egészen itt lehet látni a 32-es, 5.48 itt is, és a 33-nál kezdem elveszteni itt egy kicsit a tempót, és tényleg a 35-ös kilométertől meg az már, az már sét a kocogász, és egyre jobban a, a teljes séta irányába átment a dolog. Az élet egy érdekes számító. Amikor elindultam ezen a versenyen, egy tavaly lefutottam a maratont, bármilyen gond nélkül, persze fájtalában végére, végére, de, de nem volt de, azzal nem szembesültem, hogy nem fognak felszívódni a dolgok, és egyszerűen iszonyú hány inger jön rád, és, és, és rosszul lét. És tűzön napon ilyen hány ingerrel, bemerevedve már, fájóizmokkal, elsavazott van, magas púzussal, egyszerűen nem bírja tovább, tovább a szervezet úgy, és, és, azért ilyenkor azért annyi van bennem, hogy mindig azért a család van, number one, tehát hogy nyilván, hogyha a gyerekeid életem újra, akkor, akkor bemész, akkor nem érdekel téged, de azért itt már voltak olyan szintek, amit nem akartam ugye feszegetni, és a 30. kilométerig legjobb időket futottam, mindenkori legjobb időket magamhoz képest félmaratonban és ebben. Na, Szóval egy érdekes, érdekes tanuló lecke volt ez nekem a hétvége folyamán. Biztos, hogy nem számítottam erre. A feleségem teljesen megijedt, amikor fölhívtam, hogy figyelj, hát hogy értem kéne jönni, és ő még sose tapasztalt 13 év alatt olyat, hogy valamit feladtam, és, és ez hogy történt meg. Ő akkor pánikba esett, hogy akkor én milyen rosszul lehetek és akkor még, még már, nem tudom, délután már hőemelkedésem is lett, tehát, hogy aztán lappang is az emberben valami, ezt nem tudom, hogy én most se vagyok teljesen egyébként ö, százas, de azért azért, azért nyilván ö, sokkal jobban érzem magam, sokkal sokkal jobban, mint mint a tegnapi nap folyamán. Tegnapi nap folyamán, nem tudom, éjjel is aludtam már, nem 11-12 órát egyben, tehát, ö, jó, mondhatom, hogy kiütöttem magam, és sok, sok minden összejött itt most valamiért. És ezt nyilván baromira sajnáltam, mert Hát nagyon szerettem volna megkoronázni ezt, és, és képzeljétek ola, az az idő, amit 30. kilométerig futottam, azzal nem hogy 4 óra alatt lettem volna, hanem még 3-50 emberül is lettem volna, tehát az utolsó, az élet, élet nagyíró, és az utolsó 10 kilométert egyszerűen megnézítette és, és nem. szóval fura volt, nagyon. De... De én úgy érzem, akkor és ott mindent megtettem. Tehát ne, nem, nincs bennem egyébként tüske, és, és úgy nincs bennem kudarc, hogy, hogy lelki ismeretem. Tehát, hogy meg hogy, hogy tényleg mindent oda tettem, amit lehetett. De valamiért most így alakult. Viszont ugyanaz, ugyanúgy érvényes az, hogy, hogy a bátor viszont jár. És hogyha másra nem, erre apropó a maraton nagyon jó volt, hiszen ez miatt tudtuk összegyűjteni, így tudtuk ezt az élmény különböző gyűjtést elindítani, még tart. Nem gondoltam arra, hogy, hogy, hogy három kilométerrel a vég előtt ilyen hülye körülmények között fel kell adnom, de ennyi volt, és na, hát majd akkor talán egy másik alkalommal de, 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 de ez, ez történt a hétvégén, ezért is nem tudtam olyan videót csinálni, hogy én a célnál állok, és ott beszélgetek, és akkor mondom, mert utána örültem még egy hazajöttem, és így puff, kész, eldöltem, forró fürdő, minden utána lefeküdni, aludni, mert egyszerűen a szervezetem Na, kicsit, kicsit kicsit nagy igénybevételt kapott, de de főleg ezeknek a lötyöknek köszönhetően ez kiütött, és az, hogy hogy nem tudott egyszerűen a, a szerezet, tehát a gyomor megfelelően dolgozni. Érdekes, hogy most a futóegyzőmmel már átbeszéltük a mai napon ezt az egészet kiremezve, és annál egy kicsit jobban képbe vagyok, de akkor csak ott azt éreztem, hogy ez így. Na jó, nem húzom tovább, de tartoztam ennyivel úgy gondolom, hogy, hogy megosztam az élményeket, megosztam a tapasztalatokat, és, 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 és megköszönjem, hogy összegyűjtöttétek 3 millió forintot. Én a gyűjtésben meg így hozzá tudtam magam tenni a maratonhoz, de ne felejtsétek, még két hétig lehet. Tehát független ettől, hogy most már itt tartunk, aki a következő két hétben még ugyanitt alakozik, tudjátok, itt van a link, annak ö, ugyanúgy megy az adománya oda, ez nagyon-nagyon fontos, és ezzel rekordot értünk el. Tehát élménykülönítményes lilapólósként még így senki nem gyűjtött 43 millió forint fölött és ezt mi együtt raktuk itt össze. Tehát abszolút a ti érdemetek, és minden egyes embernek ebből a 209-ből nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ilyen nagyvonalú, hogy, hogy ilyen klassz dolgban részt tesz, hogy nem csak az, hogy megnézi a videókat, és akkor begyűjti magának az információkat, hanem hajlandó ő is adni. Én is, hogy minden nap próbálok a videókkal, ő is a beteg gyerekeknek akkor, akkor, akkor azt mondja, hogy jó, legyen az tényleg 1000 forint, 5000, 6000, kinek mennyi, valakinek 10 valakinek több százer belfér, de a lényeg az, hogy mindenki a saját ö, mértékben oda tette magát. Szóval az a 200 élen, 9 ember tényleg emelem a kalapom előttük. Nos, jó, szóval itt van a link a videó alatt, és minden más kriptos link is, akit, akit, akit ez a dolog érdekel. Most pedig akkor menjünk át, és nézzük meg, hogy ö, hogyan is néz ki jelen pillanatban a az a megosztás, hogy egy kicsit fókuszt vesztek néha, de mindegy, ez még úgy látszik a, a, maraton hatása nálam. Szóval lehet látni, hogy a Bitcoin 19.350 dolláron, aztán ö, most már jó ennyit, kicsit esett, kb. 1%-os mínuszban, 1314-en az Ethereum, szintén kb. 1%-os mínusz. Aztán, ha nézzük meg, akkor a nyertesek között ő azt a terát elengedném, tehát akkor Huobi Token 17%, Maker 4, tera klasszik, ez is a másik Terra, 4 mindegy, hát most tudjuk ennek a, volatilitását, tehát hogy ezért van mindig vagy a nagy esők között, vagy a nagy nyerők között. Hmm, ha pedig megnézzük a veszteseket, akkor Chiliz esik 5 ot Lido, Dow 4,5 és, és közel 4 ot a Quant. Igazából oldalazás van, ezt a Bitcoin chart is nagyon jól mutatja, hiszen itt a négy óráson megnézve, nézzétek meg, tehát szeptember 13-a óta itt mozgunk a 2500 és Euh, tényleg 18.500-as euh, mezőben, de még ha mi, ez volt itt egy kitörés, de igazából, ha azt veszük, ma augusztus közepe környékén is ide kerültünk, ezt leszámítva, ami itt volt, de aztán utána be is szakadt. Szóval továbbra is ramadja a helyzet a gazdaságban, és ez kihat a tőzsdére, kiad a kriptóra, és megéljük a medvepiac minden euh, percét jelen pillanatban. Innentől kezdve bennem van, hogy nyugodtan mehetünk még tovább is. Most pedig térjünk rá az első hírre, ami nem szól másról, mint hogy számos ország, ahol óriási infláció van, és ilyen Törökország is, egyre jobban kacsingat a kriptó irányába, szóval ez lesz az első hír. És ugye... Itt van ez a probléma, infláció, de valahol nagyobb, valahol kisebb. Törökországban, mint tudjuk, nem túl kicsi. Itt van a melléket példa mutatja, 24 éves csúcson van, 83 az inflációról beszéltünk, ez az éves, tehát borzasztó oldalt, hogy ennyit inflálódott a törököknek a, a pénze egy év alatt. És ha megnézzük, ezt pedig lehet látni, hogy Isztambul abszolút a blokklánc irányába próbál ugye, fejleszteni a Web3, a kriptovaluták. Ugyanis, mint ez a cikk is írja, hogy számos török számára ugye nem igazán hisznek már abban, hogy ők tudnak majd autót, házat venni a hagyományos pénzügyi rendszernek köszönhetően, az ő pénzük miatt ugyanis olyan szintű az infláció, és ez a fő oka annak, hogy egyre jobban megnövekszik az érdeklődés a kriptó iránt. Hát nézzük meg, hogyha a bitcoin is most lent van, nem tudom, egy 80 ö, századékot, és a török lira is, de a török lira hogy a fenébe fog mondjuk egy kölköző bika piacban visszamenni és új csúcsokat elérni? Míg a bitcoinnál meg ott van az a lehetőség. Tehát óriási nagy a különbség a kettő között. És uh, Isztambul pedig az utóbbi időben számos rendezvényt is szervezett a, a, a kriptoval kapcsolatosan. Itt volt itt Isztambul, Blockchain uh, Economy Istanbul Istanbul Blockchain Week, és még sorolhatnám. És azt lehet látni, hogy uh, Törökországban Isztambut szeretnék itt a, a blokklánc uh, a kapcsolatos uh, téma központjává tenni, mert hogy tényleg egyre nagyobb az érdeklődés. És gondolkozunk csak el azon, hogy tényleg ott vannak azok az országok. Tehát tudjuk, hogy a 8,1 os infláció az USA-ban is van az amerikai dollár, ugye, amennyit értéktenedik, De ehhez képest számos ugye, más óriási nagy valuta, meg még gyengébb, hát ezekről meg 83 ról beszélve, ez még ez meg iszonyú szám. És Nyilván megvan a maga volatilitása a kriptónak, a bitcoinnak is, de tényleg, hogyha a központosított rendszerek, tehát a centralizált rendszerek a végtelenség mindig csak úgy, úgy nyomtatják a pénzt, az a teljesen elinflálják ezt. Tehát abszolút ők is úgy gondolják, hogy egy decentralizált rendszerben lehet, hogy nagyobb biztonsága lenne, és, és egyenlőbb lehetne. Tehát ezért a blokklánc, ezért a web három felé való nyújtózkodás. És természetesen maga az, hogy hogy van olyasmit találni, ami a pénzük értékét jobban megtartja, hosszú távon. És nyilván, mivel, hogy a kriptovaluták, a bitcoin, még nagyon-nagyon kevés ember használja a világon, ezért sokkal volatilisabb az egész. De minél jobban ez elterjed, annál ugye kisebb lehet ennek a, a volatilitás, a kilengése. Tehát jelenleg még egy nagyon-nagyon korai szakaszban vagyunk, de a bitcoinnál abszolút van lehetőség, hogy egy-két éven belül akár visszamegy mindenkori csúcsára, és akár úgy csúcsod is meglép, és hát tényleg, hogyha török lírába tartod, akkor most mekkora esélyed van itt. Tehát ez szerintem sok embert elgondolkoztatott, és nyilván, ha nem is úgy gondolkoznak, hogy all in crypto, de, de maga az, hogy egyáltalán tanuljunk ebbe az irányba, képezzük magad, és nézzük meg a lehetőséget, esetleg, aki úgy gondolja a portfóliójának egy részét ebbe tenni, az már nem feltétlenül annyira ördögtől való dolog, mert, mert muszáj, muszáj elgondolkozni a jelenlegi helyzetben, ami igencsak csak rossz a mai világban, ahol éppenséggel élünk. Na jó, ezen az első hír, amire fel akartam hívni a figyelmet, hogy miért indultak a törökök a kriptó irányába, de itt van a második, ami szintén ehhez köthető, hogy kriptóban való, hogy mondjam, fejlődés, vagy kriptó irányába való kacsingatás. Ez például a brazil cégekre vonatkozik, ugyanis mindenkori csúcson van azoknak a brazil cégeknek a száma, akik ugye kriptovalutát tartanak. Jelenleg a braziloknál egy újabb rekord van, ez pedig nem más, mint hogy több mint 12 ezer brazil cég tart kriptovalutát, ez pedig kiderül a brazil adóhatóság jelentéséből, a legfrissebbből, ami ugye augusztusban látott napvilágot, ami megmutatja, hogy bizony, több mint 12 ezer brazil cégnek van kriptovalutája, és ez egy 6,1%-os növekedés júliusi hónaphoz képest amikor 11.360 volt ez a szám. De természetesen azért lehet látni, hogy ha az egyéneket nézzük, tehát a, a civileket, nem a cégeket, akkor ott van egy visszaesés abban, hogy mennyit tartanak kriptóban. Annak ellenére, itt mutatja a cikk, hogy egy felmérés alapján a 77%-a braziloknak, és ez egész nagy szám, egyébként bízik a digitális eszközökben. Tehát, hogyha már választhatna, akkor, akkor, akkor mindenképpen nyitott rá. Ott is van egy 26 éves inflációs rekord, ami megdőlt áprilisban, akkor 12,1% volt az infláció. Mekkora különbség a törökökhöz képest, ez mennyivel jobb. Most szintén visszamegy 8,7-re, tehát nagyon hasonlóan áll mondjuk, mint a, a, az amerikai dollár, de a lényeg az, hogy ők sem, ö, ők sincsenek nagyon kibékülve ezzel, és pontosan ezért lehet látni, hogy a cégek, tehát amikor már ott kicsit profibban gondolkoznak a, a befektetők, ott, ott ott talán jobban van stratégia, mint ugye amikor ilyen pánikolása a, a, a hétköznapi civil embereknél, kis befektetőknél. Ők viszont ebben az időszakban ezt a medvepiacos időszakot arra használják föl, hogy, hogy bizony belépnek a kriptovilágába, és már 12 000, több mint 12 ezer brazil cégről beszélhetünk. Tehát lehet látni, hogy a nyitás folyamatosan van, és oké, okay, hogy, hogy, hogy most éppen ez Brazília, vagy éppen említünk más országokat, de hogy a mindennapi videókban már annyi-annyi példát tudok hozni arra, hogy ebbe az irányba fejlődünk, hogy ezt már nem lehet teljesen ignorálni. Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, nem tudjuk, hogy 5-10 év múlva mi lesz, hova fog ez fejlődni, csak azt tudjuk, hogy most van, az nem jó, valami megoldás kéne rá, valami irányba kéne lépni, és ez ott van, mint lehetőség. De nagyon fontos, hogy mi bárki bármit csinál a kriptó területén, kezdjük a tanulással. Aki nem tanul, nem fogja tudni, hogy mit miért csinál, és ha nem tud mit miért csinálsz, akkor az érzelmeidet fogsz hallgatni, akkor pedig jön a fomo, meg jön a pánik, és nyilván a legrosszabb fogsz venni, a legrosszabb fogsz eladni, ugyanis nem tudatos, amit csinálsz, és ha nem tudatos, akkor abszolút a körülmények, a barátok, és ezek fognak befolyásolni és az jó nem szokott vezetni, ugyanis a többsége, aki kriptóval fektet, az bukni szokott, de pont ezért, mert nincsen fölkészülve rá, nincsen stratégiája. Jó? Tehát ezt azért nagyon fontos megérteni, hogy miért nyitnak az emberek a Web3 felé, mi történik itt, ez, ez annélkül nem megy, ha ezt ne látnánk át. Oké, a következő hír pedig arról szól, hogy hát bizony, egy pár metaverzumban úgy magányosan csellengnek az aktív felhasználók. Nézzünk egy-két példát. Ugye volt itt NFT hype, aztán a metaverzum őrület, de mindenki azt hitte, hogy ha most elindul az NFT, vagy elindul a metaverzum, akkor innentől kezdve, aztán ez a jövő, és már holnaptól mind metaverzumokban fogunk élni, és így tovább, és így tovább. De azt láthatjuk, hogy ezek ilyen fellendülések, igen, ebbe az irányba megyünk, de azért ezt nem eszik ilyen forróan ezt a kását. Pláne itt van ez a medvis időszak, amit most jelen pillanatban átérhetünk. És találtam egy érdekes cikket, ami azt mutatja, hogy itt van például a Decentraland. A Decentraland az egyik legnagyobb metaverzum, hogyha a piaci kapitalizációt nézzük. 1,3 milliárd dollárról beszélünk az ő esetében. Nagyon ott tart, mint a sandbox. Ezek fejfej -fej mellett mennek egymás, mellett, itt szerintem meg is tudom mutatni. Csak kicsit lejjebb kéne tekernem megtaláljuk, vagy nem. Itt vannak. Nézd meg! Tehát piaci kapitalizáció alapján Decentet picivel a Sandbox fölött, na de mennyivel? Tehát itt van 1,26 milliárd dollár, 1,23 milliárd dollár. Tehát ennyire fejfej -fej mellett mennek. Viszont itt volt egy ilyen, hogy az elmúlt 24 órában a Decentland-ben 38 aktív felhasználó lézenget. Ezt a kis magányos kislányt nézzétek meg. Hol vannak a többiek? Tehát beszélünk egy 1,3 milliárd dolláros projektről, amit abban a napban, 24 órában, ebben a medvés időszakban 38 ember világszerte. Gondolt úgy, hogy benézek. A sandboxnál ugyanaz a szám, 522 volt ugyanebben az időszakban, tehát lehet látni, hogy a sandbox, ami egy sokkal játékosabb dolog, sokkal interaktívabb tudsz a dologban lenni, ahogy sintha voltak olyan nagyon sokan. Egyébként a Decentonetben eddig a, a max az 675 volt, tehát nem vagy akkor a szám. A sandbox ugyanez, 4503, az jóval nagyobb, de szerintem az emberek sokkal, de sokkal többet gondolnak e és uh, ugye mind a kettőnek 1,3 milliárd dollár mutottan piaci kapitalizáció, és még hasonlítjuk össze az X-Infinity-vel, aminek mondjuk 1,1 nagyságrendileg, tehát picivel kevesebb, viszont a napi aktív felhasználója a Depredar szerint 22 ezer. Tehát lehet látni, hogy azok a metaverzumok, amik sokkal aktívabbak, tehát hogy inkább ilyen játékos, inkább így mondanám, hogy ami játékhoz köthető, és, és a több mindent tudnak csinálni az emberek, arra nagy az érdeklődés ahol csak ott vagy, és még túl sok minden nem történik, hát miért menjenek vissza az emberek, ugye ezt veti fel a cikk. És lehet látni, hogy a, a Sandbox, hamár akkor már játékosabb, mint a Decentraland, de azért a maga ö, 500 valami felhasználása abban a 24 órában nem túl erős, mondjuk egy X-Infinity-vel, egy játékkal összehasonlítva. Szóval még azért nincs itt teljes mértékben a metaverse az ideje olyan szinten, amit sokan gondolták, hogy na aztán innentől hajrá, de hogy ebbe az irányba megyünk, az, az, az jelen pillanatban ö, tényleg úgy tűnik, de, de azért ennek is időt kell adni, úgy, mint amikor türelmetnek az emberek, hogy a bitcoin, hát nem az volt, hogy majd akkor ebbe fog mindenki menni, és akkor az infláció jó lesz, és akkor hogy, hogy ez elkezdett most akkor esni, amikor a, a, ugye a dollár is ugyanúgy inflálód, és sőt, akkor százalékosan a bitcoin még nagyobbat esett. Még nagyon nem tartunk ott. 13 lét, létezik. Tehát nézzétek meg, hány ezer éves történelme az aranynak, hány száz éves történelme a fiat valutáknak. Ez igaz, hogy gyorsabb, ez az adaptációs görbe, e, a, akár az internethez képest, de azért időt kell neki hagyni, és most emellett van pedig egy, egy, egy gazdasági helyzet, és egy nagyon-nagyon kis százaléka használja a kriptovalutákat a világnak. Na jó, ennyit akkor erről, most pedig átvegyünk a kérdezfelek robotra. És aki kérdezni szeretne, nagyon egyszerű, mindig írjon a aktuális videó alá, onnan fogok én szemezgetni, most is ezt tettem, azaz hogy teszem. Meg is osztom. Ha már legger nap volt, mert hogy több leggeres kérdés volt az elmúlt videó alatt, azt szeretném megkérdezni, hogy ha kiutalom Ledgerre a kriptót, akkor ott van rám mód kamatoztassam vagy sztékeljem. Mert jelenleg váltom, tartom, és így úgy lekötöm a portfólió egy részét. Tudom, hogy a váltom van kockázat, válok, de ugyanakkor maximalizálnám is a nyereséget, mert abból a tervem, hogy hosszú ideig tartok, meg számomra nagyot ugorhat ugorható valutát, és ha nem kereskedem, akkor azért szeretném hanem csak áll, hanem kamatozik is. Köszönöm a választ, és sok sikert a futáshoz. Csináltam, én is tudom, hogy szép vállalás ez. Köszönöm szépen, így utólag is. És igen, van, tehát a lehetőséged az van, hogy ha Ledger Live-ba bemész, ott van egy stékerési menüpont. Nyilván sokkal kevesebb mindent lehet, mint egy váltón. Nyilván kamatokban is sem annyira rózsás, de hogy nem nullán fog állni, az, az, az akkor biztos, mert azért valami százalékot el lehet vele érni ez a legbiztonságosabb módja, hát ez mindenki magának eldönt, hogy ezt választja, de a válasz a kérdésed, hogy igen, lehet. Aztán valaki ért, hogy csinálnám majd egy videót arról, hogy mit kell tudni a Web3-ról, és milyen ígéretesnek tűnő projektek vannak. Hát ez az ígéretesnek tűnő projektek még nagyon korai szakaszban vannak. A Web3-ról pedig már van hónapok óta videó a patreon Tehát tudjátok, minden ugye oktató videó, elemző videó, ilyesmik a Patreon csoportban tátok, mert egyszerűen ide már nem fér el, tehát most már napi három videót gyártok a shortoknál, ugye az is van, plusz még van az a napi videó, tehát most már három, négy videó, ugye naponta, hétköznaponta pláne, Eh, ahogy a hírekkel, kérdezfelekről próbálok hogy napra tartani benneteket, már nem fér bele ide a YouTube-ba több, hogy, hogy legyen, de ezért létrehoztam azoknak, akiknek ilyen dolgok fontosak, hogy naprakészek legyenek, Patreon tagsággal ezeket tudják fogyasztani, tehát aki tanulni szeretné, és erre a lehetőséget megadtam. Aztán szia! Kezdőként kis összegre vásároltam altkönyvöket a Revoluton. Kb. egy hónapja követem a videóidat, így egyértelmű vált, a Revoluton vásárolt altkönyvök nem, én, nem én rendelkezem. Viszont úgy gondolom, hogy a Revolut elég biztonságot ad a kód elvesztések, feltörések ellen. A hátránynak gondolom ebben az esetben az adózás mivel nem fekete doboz, beutalt, kiutalt pénz között különbség adó, adózók, nem az egyémen belüli tranzakció különbségét. Egy másik érdekes dolog, hogy a Revoluton USD-ben ad és veszel, hanem az a hazai pénznemben, így egybe vagy kiszállás esetén állandóan változó fiat pénzek közötti árfolyamot is követni szükséges, így nehéz toplos vagy take profit szintet beállítani. Egy rövid véleményt kérnék szépen, de a való kereskedés, illetően az igazság az, hogy kényelmes a való kereskedés, de ez még biztos, hogy e, elég a kriptó világában. Oké, okay, előre is köszönöm szépen a válaszodat. Nos, a kereskedéssel kapcsolatban nyilván nem fog tudni semmi ötletet mondani, mert én abszolút nem használom erre a Revolutot. Ezt most azért olvastam, hogy akinek van ilyen ötlete, az a legutolsó videóban megtalálja ezt, és nyugodtan írja meg, mert lehet, hogy valakinek az jó, hogy, hogy, hogy ebben van értem én a kényelmi részét, teljesen felfogtam, milyen praktikus, meg akkor nem kell itt a kódokkal ö, ugye babrálni, hogy elég a, a, a betalálnod, ha úgy tetszik. De azzal legyen mindenki tisztában tényleg, hogy nem csak azon múlik, ki, lehet bármikor jöhet egy felszólítás erre a útról, hogy kezd el igazolni mondjuk, a, hogy honnan van ez a pénz, amivel kriptózol. Addig zárolni fogják a számládat. Tehát, hogy itt a kiszolgáltatottság is nem egy emberről tudok, akinek nem nagyon sikerülnek ezek azonosítások, mert azt mondja, hogy hát nem tudja hivatalos dokumentumokkal minden pénznek a forrását igazolni, amit mondjuk ott a kriptóban megforgatott, és innentől kezdve ugye ők, mint bank, azt mondják, hogy voltak a lehető pénzmasásról van szó, és kötelezik őket, hogy akkor, akkor szépen zárja le. Szóval ezt egy baromi nagy kockázatnak tartom, hogy, hogy itt ugye ezt folyamatosan ki vagy ennek szolgáltatva. Emellett drága is, tehát hogyha a pénzekkel való kereskedés nézel, és utána azt át akarod váltani fiat pénzre mindent, tehát hogy nem egy olcsó. Szóval lehet, hogy kényelmes, de amire a kriptó jó, tehát egyébként is ott van a bankban a valakinek egy a pénzének egy része, bármi. Azzal úgyis ki vagy szolgáltatva a centralizált rendszereknek, de használod a bankban, oké, jó, rendben, mert hogy kell erre, arra, kifizetni csekkeket és így tovább. De ha már kriptózik az ember, akkor használja ki a decentralizált rendszernek az előnyeit, és, és akkor ez de tényleg rendelkezzen a privát kulcsa. Persze, ez kicsit kényelmetlenebb, meg kicsit ugye van benne ilyen, de, de valamit valamiért alapon, és, és ha már kriptózol, akkor ezt a részt érdemes mondjuk talán ebbe az irányba vinni. De akinek van, mondom, ötlete a Revoluton való kereskedésre, hasznos tanácsok, minden, akkor azt a meg, segítsük egymást. De, 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 én, én ezért nincs is, és nem is lesz, mert, mert a kriptó az, az, nekem a, nem erre a centralizációról szól. Nos, köszönöm szépen akkor a figyelmet, hogyha hasznosak ezek a tartalmak, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel erre a csatornára abban az esetben, hogyha tényleg neked is fontos, hogy minden hétköznap megkapd a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket. Ne felejtsétek el, hogy a bátor tábor gyűjtés még kettőig tart, aki úgy érző, hogy lemaradt, az még nem maradt ki, ugyanis még van lehetőség mindenképpen hozzájárulni ehhez a remek kezdeményezéshez, amit már oly sokan megtettek, és ezzel együtt egy új rekordot is elérhettünk, amire nagyon büszke vagyok, büszke vagyok a közösségre a 209 tagra, abszolút, aki ebben részt vett, és holnap pedig jövök vissza a legfrissebbekkel, akkor találkozunk, sziasztok!